Már vagyunk, nyilvánvalóan nem hibáztatok valakit, akinek kettősége van! Már! Jézus úristen! Hát ez... ez szar. Hát Nutella, folyékony, de kicsit... Ez sárga, ez meg kicsit barna. Megolvad, kicsit megolvad. Na! Jó, sziasztok srácok, Sőnyi Dani vagyok, sütünk egy újabb videóban, sziasztok! És ebben a videóban nem más fogunk csinálni, mint egy őrült menő nutellás kihívást. Igen, mi mondhatjátok, nutellás kihívást. Aminek az lesz a lényege? Nutella! Halas Nutella! Hogy egy nutellás házat csináljunk, halas Nutella. Ettél már halat Nutellával? Persze, hát ki nem? Nagyon hát szerintem kis nem, nem tudom, kis te ettél már húst Nutellával mondjuk? Hát ilyen a halat, nem? Húst hát én meg húst nem tudok enni. Nem volt finom. Jézus úristen, na jó, tudjátok mit, oké? Okay. Menjetek csinálni magatoknak a nutellás, kenyeres, halas, nem tudom, húsos valami házatokat. Én meg akkor külön megmutatom nektek, hogy hogy kell egy igazi nutellás házat csinálni, jó? Halas húsos nutellás házat fogunk csinálni. Jó, csak menjetek oda építeni. Mi addig srácok, amíg ez épülni fog, addig viszont őrült menő dolgot fogunk építeni. Mert az én házam olyan durván nutellás lesz, amit még soha senki nem látott, és lehetőleg jobb értelemben. Na jól van, szóval srácok, nagyon-nagyon fontos, hogy megkeressen egy ilyen nutellás dobozt. Mindenki tudja szerintem, hogy ez hogy néz ki, de azért megpróbálom nektek így megépteni valami normálisnak. Szóval, itt lesz igazából egy ilyen nagyon nagy ilyen kis üveg. Jó, lehetőleg meg kéne csinálni úgy, hogy ugyanúgy nézzen ki a kettő oldala. Szóval, valahogy így mondjuk. Jó, és jön így szépen így lefele. Jó, okés, és itt kicsikét beljebb fog majd jönni, jó, és itt megint csak így beljebb, okés, így fog kinézni szépen az egésznek így a doboza, vagy a ilyen csomagolása, okés, ezt meg kéne csinálni jó magasra, szépen, és ez lesz itt a mi kis nutellás dobozunk, ezt fogjuk mindjárt letölteni majd nutellával, ez is nagyon fontos, meg ebben majd fogunk szépen egy nagyon menő házat csinálni, de mindjárt meglátjátok, csak szépen felgyorsítom egy kicsikét így a dolgokat, jó, okés, legyen így, így. Így. Most nem fogok annyit szenvedni, amúgy tényleg így az ilyen külsével, meg semmivel. Próbálom tényleg minél szebbre, minél gyorsabban, minél pörgősebben és minél menőbbre tényleg megcsinálni ilyen időt. Szóval ja, szurkoljatok nekem mindenképpen egy hatalmas lájkkal már most azonnal amúgy, ha még akartok hasonló videókat, srácok, szóval ja. És nem is kérem, hogy 300 ezer feliratkozó, nagyon durván brutális, hogy amúgy tényleg mennyire sokan összegyűltünk már itt, szóval srácok. Nagyon szépen köszönöm, tényleg nagyon királyok vagytok, nagyon örülök annak, hogy ennyire sok ideje már itt vagytok, nagyon sokan, meg az új embereknek is nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok. Mindenkinek nagyon-nagyon hálás vagyok. Ez mint egy nagy család, szóval nagyon-nagyon szépen köszönöm, tényleg nagyon durván jók vagytok. Na, építsük akkor Nutella házat, és nem lesz se halas, se húsos, jó? Hegyezzünk meg ebbe. Jó, kis. Rendben. Na jó. Jó, na jó, poros vagy. Jó, azt hagyjuk is, már rákeresek egy Nutella üvegre, hogy nagyjából így lássam ezért, bár megvan a fejembe kb, hogy hogy néz ki, de... Az a biztos, hogyha megnézem. Jó, oké, akkor egy üveg külső részét csináljunk, igazából csak egy ilyen nagy ilyen pacákat csináljunk, így nem tudom, hogy mekkora legyen. Hát nem tudom, igen, körülbelül ekkora. Várjál, csak akkor legyen kicsit így szebb, így. Várjál, így. Így körülbelül? Így, és várjál, itt majd találkozzanak. Szerintem én rosszul csináltam. Nem csináltam rosszul. Így tökéletes, jó? Ezt akkor csak nem tudom, húzzuk fel magasabbra, egy mondjuk nem tudom, hogy 10 lap magasra kb. Már építek egy 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hát ez a minimum, az a baj, hogy ez meg legyen. Jó, oké. Nem tudom, építsd, ahogy tudod, aztán nem tudom. Azt szarolt, mint ügysézi, és tryhard-dal a izé pali ráizzad. Hát, jó, és akkor majd ki kell találni így, hogy mi lesz ennek így a konkrétan a ház része is amúgy, szóval majd nem tudom, azon is el lehet kezdeni gondolkozni, bár amúgy elég, hogyha érted, így gyapjúval megtöltjük a külső réteget, és akkor így
konkrétan belőle, meg akkor lehet házat, nem tudom, bármikor elcsinálni. Tökéletesen. Ja, azt hittem, már meg vagyunk. Arra a térdő. Most tartunk a felénél! Jó, minden. Olyan unalmas ez az felépítgetés, és ebből még lesz egy Jó, az egy fokkal jobb, mert az kevesebb blokk. De a barna rétegben is. Igen. Szóval csodálatos, nagyon örülök neki. Na, elkezdünk egy kicsit szépen így beljebb építeni most már, hogy akkor is szűkül, úgymond maga ilyen kis csomagolás. Jó, oké, és valahogy így, jó. És majd lassan belsétől meg tudjuk majd csinálni egy kicsit barnára, hogy akkor ott lesz majd szépen majd a Nutella, de majd mindjárt is megmutatom nektek, hogy fog nagyjából kinézni. Jó, oké, és itt is igazából el tud kezdeni szépen így szűkülgetni. Nagyon királyság, oké, és... Amúgy szerintem nagyon durván fog tényleg kinézni. Jó, és a tetejét pedig megcsináljuk ismételten valami nagyon menő cuccal. Jó, igazából valahogy így kell, hogy kinézzen a tetején, nem csináltuk meg teljesen jól, szóval itt még így kicsikét kijebb húzzuk, meg talán még egy elő, hogy látom. Igen, jó, oké, és így már nagyjából ugyanúgy néz ki. Rakunk rá még egy szintet, csak egy kicsikét nagyobbnak tűnjön. Jó, oké, és ez lesz igazából az egésznek majd a teteje. Jó, királyság, ezt is szépen így befedjük. És szerintem nagyjából én azt mondom, hogy így meg is vagyunk. Jó, kicsit ilyen nagyobb ilyen nutellás doboz, de mindegy, akkor is jól néz ki. Ezt a részére, itt ezt végig kéne raknunk szerintem gyapjúval, de ezt mindjárt egy picit fel fogjuk szerintem így pörgetni. Úgyhogy én így ezt itt kijelölöm. Jó, meg igazából ezt itt kijelölöm, és átírjuk annyit, hogy ezt itt replace-eljük. Jó, nagyon királyon, és ez itt ilyen fehér lesz, és erre lesz majd szépen ráírva az, hogy Nutella. De majd mindjárt meglátjátok, gyorsan ráírjuk, meg megcsináljuk. Nagyon királyul fog kinézni. Meg a kupak. Ó, na az hiszem, azt szedvenni fogunk sokat. Na, úgy szerintem az egész egyszerű lesz. Kicsit ennél egyszerű, mert az kisebb maga a kupak. Na jó, várj, gyorsan elkezdem az alját még gyors befedni. Én akkor meg még megcsinálom azt az utolsó blokk részet. Jó. Réteget. Így. Aztán te kezd el szerintem a barna gyapjúval, vagy ne gyapjú legyen, hanem... Ja, szerintem barna beton, az szerintem egy fokkal talán szebb, egyébként a nutellás, hogy okay. Gyapjú. És akkor így próbáld meg így megtölteni, így vágod, hogy így ilyen üres legyen belülről. Léket. Én meg akkor elkezdem erre, alájzé. Itt a Nutella kép. Hát ez még legyen. Amúgy fél néz, ez nagyon jó szín most. Ha, azt mondom, hogy ez így tökéletes. Jó, és szerintem legyen kvarcból a kupak. És az így... Nem tudom, az ilyen full kerek a kupak, szóval azt így valahogy... Ja, de ilyenkor jön be a geometria óra, hogy akkor mi a izé nutellás üvegnek a körülírt körének a sugara, meg ilyenek. Milyen magas legyen? Hát mondjuk legyen, nézd, egy blokkot hagy felül. Így ki, vágod, jó, így mi? Ez így nagyjából ott találtam a középpontot, és akkor erre kell egy kört csinálni. Na, látjátok, mondom, csak jó valamire az a rohadt geometria óra. Így. És amúgy, hogyha ennek a közepére beállok, akkor ugye sokkal egyszerűbben meg tudom csinálni egy cilinderre. Per cil. Ez mennyi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, legyen 10 blokk. Ne, 10 blokkos per cil, 10, quartz blokk. 1, 2, 3, és akkor kezdjük befenni. Vagy akkor fordítva. Quartz blokk, hoppá. Quartz blokk, 10. Na, így, tökéletes. Vagy jól csináltam? Jó, oké. Okay. Király, nagyjából ez még lehet egy kicsit nagy. Igen, ez brutális nagy. Tehát, na várjál. Azért csak egy kicsit így nem tudom hozzá korrigálom, hogy így szép legyen. Meg amúgy így inkább az a baj, hogy ez így nem tudom, hogy jobban fel kéne, hogy épüljön talán. Lehet ez jobb, nagyobb baj vele. Jó. Aha, és akkor innen meg legalább ezt a részét fixelre kell szedni. És bam! Szerintem ezt is. Még jó, egy réteget húzza fel? Micsoda? Egy réteget még húzza fel? Még kettőt. Vagy hát ezt meg még egyet. És akkor ugye egy blokk maradott felül. Jó, és a kupak az meg legyen szerintem... 3 blokk magasra, vagy legyen 4, várjál, megnézem táborra.
Nem, elég a három. Oké, akkor azzal egyszerűbben megleszünk. Na igen, ez a Nutella házépítős kihívás. Jó. Már kiég az ujjam. Konkrétan már zsibbad. Nem baj, megcsináljuk, easy. De régen az ilyen cookie clicker, meg case clicker az felkészített az ilyen helyzetekre. Tényleg, még hallod, hogy te vágod, mi egy cookie clicker? Nem. Jaj, már új generációsok. Nem tudjátok, hogy ez a cookie clicker. Annyi, az volt a legjobb játék, annyi volt a lényeg, hogy volt egy keks, és nyomogatni kellett, ja, és akkor... Ja, most már tudom, miről beszélsz. Azért az elég népszerű volt, bármennyire egy low budget nulla játék volt. Most már tudom, miről beszélsz, igen. Na. Hát a nézők közül is páran ismerik. Bár amúgy a Roblox is teli van ilyen klikkerekkel, szóval az RNG is valami ilyesmi. Azokban a klikkeres tálkonokban, vagy valamikben, ott egyszerűen mindenki autoklikkerezik. Hát, ja, a kukliklikkerben is mindenki autoklikkerezett. Senki nem játszott azt normálisan, én még a kézklikkeres telefonos izébe is azt nyomtam. Letöltött egy autoklikket. Jó, oké, és meg is vagyunk, most pedig szépen elkezdjük ráírni azt, hogy Nutella. Na szóval legyen itt a N betűnk, itt legyen így a U betűnk. Jó, oké, és így né, bum bum bum, királyság, legyen itt egy T betű. Ugye ilyen színekkel van a logó, szóval ez így nagyon-nagyon nem lesz nehéz. Jó, itt lesz majd így az E betű. Jó, királyság, oké, és... Hát itt annyira nem fog tudni sajnos így feljönni. Hát mindegy, meglátjuk, akkor legyen mondjuk így valahogy. Hát akkor lehet így megcsináljuk inkább így vastagabbra. Jó, Nutella. Jó, így néz szépen ki is lesz írva. Még egyet ide rakunk. Jó. És itt lesz igazából az A betű, és konkrétan meg is vagyunk. Szépen körbe megy így a felirat, és belül pedig igazából meg kell tölteni az ürességet barna blokkal. És ugye ez lesz így maga a Nutella benne. Nyom. Igazából nincsen sem más dolgunk, csak itt az ilyen üres részeket szépen betöltjük, hogy úgy látszódjon, hogy tele van igazából az egész, belül pedig egy nagyon menő házunk lesz mindjárt szépen megépítve, és nagyon extrémen durván jó lesz, legalábbis nagyon remélem, de mindjárt kiderül, bam 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 bam, jó, királyság, így szépen végigrakjuk, király, nagyon jó, bum bum bum, jó. És srácok, mindjárt jöhet is nagyon menő ház. Közben elkezdtünk lassan rajta gondolkodni, hogy az hogyan is lesz pontosan megcsinálva. Meg remélem, hogy jobb lesz, mint a többieké, de hát majd meglátjuk, hogy mennyivel lesz jobb, mint a többieké. Majd úgy is kiderül. Jó, itt lent is még ezt gyors így befejezzük. Itt szépen így megépítgetjük. Szerintem amúgy mindjárt megnézzük kívülről, hogy majd hogy fog kinézni. De szerintem már nagyon-nagyon durván jól néz ki. De igazából mindjárt úgy is ki fog derülni. Bam, 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 bam. Jó. És az utolsó pár cucc van már csak így hátra. Ú, jó, itt még azért eléggé sok van, de ezeket gyors így bepakoljuk, és meg is vagyunk. Kész van, srácok, a Nutellánk. Na nézzük, hogy ez kívülről hogy néz ki. És hú, amúgy szerintem egészen menő. Jó, királyság, legyen itt rajta mondjuk egy ilyen kis bejárat, legyen itt a mi kis ajtónk, legyen ilyen barna, csak hogy akkor ez is így menő legyen. Jó, az alját megcsináljuk valami, nem tudom, csoki szirupból, vagy nem is tudom, miből legyen, amúgy komolyan mondom. Figyeljetek, legyen itt az alján valami olyan medence, egy ilyen, nézzétek. Hát végül is amúgy nem lenne rossz, legyen valahogy így, nem ezt valami nem tudjuk lerakni. Jó, akkor legyen mondjuk ilyen, ezt olyan le tudjuk rakni? Ezt amúgy le tudjuk, legyen ez a Nutella szökőkút itt szépen, itt így menni fog így előre. Jó, legyen valami nagyon menő kis kanapénk is itt, legyen ilyen, ez is ilyen barnából. Ez rendesen beleolvad amúgy, ez nagyon menő néz ki. Jó, itt lesznek ilyen nagyon menő kis kanapék, legyen itt valami menő kis asztal így középen. Így mondjuk, jó, ilyen kettő darab, jó, ez tetszik. Oké, és rakunk le mindenképpen igazából a hűtőt, amit telerakunk, mi mással, mint Nutellával. Bam, így szépen telepakoljuk, királyság. Jó, kéne valami tévé, mindenképpen, az nagyon fontos. Rakunk le igazából így, hát én azt mondom, hogy ide mondjuk valahova, csak valami normálisabb tévét, így ide, hát nem ide, akkor mondjuk legyen így itt. Hát itt sem néz ki, hogy annyira jól. Jó, mindegy, rakunk oda egy tévét, meg rakunk oda egy tévét, így egymással szemben tudjuk szépen így nézni. Jó, ez is amúgy tök jó. Jó, oké, ez megvan, akkor kezdjük el a...
ház részét. Valahogy, őszintén még nem tudom, hogy oldalról legyen a bejárat szerintem. Aha. Csak én még tudok valamit, ami szerintem most jól állna ennek. Tudod, ezeknek szokott lenni egy kis piros részük. Micsoda? Tehát, hogy amikor nézik, de utáltad, hogy egy kicsikét lesz itt piros de részre. Én nem látok a képen, miatt szerintem azra hagyjuk. Az a Nutellánál, tudod? Hát én értem, de látok most itt, amit ilyen nézek képet, az a nincs ilyen. Ja, mindegy akkor. Amúgy azt, igen, tényleg megcsinálom úgy a bejáratot, mint hogy itt így kifolyt volna a Nutella, várjál. Jó, oké. És akkor várjál, még így a... Ja. Igen. Így össze-vissza így legyen ilyen izén. Oké, ez így jó, mert kicsit olyan, mint ide szartak volna, na mindegy. És akkor... Amúgy... Ezt kell végig... Mondtam, hogy lékes legyen! Na jó, mindegy, megoldjuk. Megoldjuk. Semmi gond. Na, nyilvánvalóan nem hibáztatatok valakit, akinek kettőssége van! Nem már! Jó, nem amúgy. Nem is mondta ilyet. Most ezért nem fogom leállítani a felvételt, hogy visszanézessem veled. Fogadd el, és nem haragszok rád. Jó. Jó, hol a vége vajon a Nutinak? Aha. Ott ne. Igen? Ide bent a feliratot. Jó. Én meg nem tudom, nagyjából megpróbálom ezt így kibővíteni, amennyire tudom. Az M, ugye az fekete. Ha jól tudom. Micsoda? Ha jól tudom, az N ugye az fekete. Igen, az N az fekete és utána. Jó, az olyan túl kicsi lesz, tehát lehet, hogy majd így körbe fog menni a Nutella felirat. Jó, várjál, ez itt már túl sok, így ennyit lehet ebből lekapni. Oké. Jó, oké, rendben. Úgy, ezt a rombolást még jobban utálom, mert ez még kiszámíthatatlanabb, hogy hol fogok belerombolni. Nem baj, megoldjuk. Ez egy kicsit ilyen autóklikkeresebb videó. Az a baj, hogy kicsit autóklikkerre oldottam meg. Micsoda? Ezt autóklikkerre oldottam meg alapból a... Itt is már... A... befedés, tehát... Úristen, csalt, bannoljuk ki! Nem, tényleg ki fogunk bannolni. Mindjárt már bannollak is, csak még a feliratot építs meg, aztán mennyi IP bannollak. Kliens bannollak. Kibannoltatom az egész Minecraft fiókodat. Ajja. Csalásért. Na jó, így oké, rendben van, akkor Nutella ház így. Vesett maga a... Opa, erre? Így maga a terület rész az... Túl nagy az N betű. Ez itt alapjártól rendben van. És akkor ide kellene berendezni valamit, várjál. Table. Így. Valami jó table. De ember nem tudok normálisan N betűt csinálni. Hát... skill issue. Nem tudok erre más mondani. Jó. Nem komputer a neve. Mi a neve? Screen. És akkor itt nem tudom, lehetnek akkor a gépes részek. Egy gépes rész lesz, most nem lesz itt külön izé, hogy az gamer rész mindenkinek, ha nem haragudsz meg. Nincsen valahogy így most az energiám. Van brown, ott van, PC brown. Ez hogy néz ki? Hú, de csúnya, nem baj. Oké, rendben van. Jó, mindegy. Brown. Ilyen lámpa nincsen, hogy brown lámpa, de éppenséggel akkor legyen neon lámpa, jó az is. No. Mindegy. Nutellán belüli neon lámpák története. Jó, és akkor így mellé. Szimmetrikus legyen csodálatosan. Jaj, de finom, jaj, de jó, Nutella. Két évvel? Ja, nem, az L lesz két L-lel, jó. Igen. Legyen Nutella! Vagyis a Nutella! Jó. Nutella! Jó. Jó, go bele!
Jogabella. Úristen, de régen hallottam ezt a reklámot, azt a jövőjük. Na, várjál, nagyon király ágyak lesznek itt. Összeszarod magad. Olyan. Oda miért nem? Jó. Azt a ilyen nutellás ágyak, meg ilyenek. Csak beírom, hogy bounce, kiveszek be mindent, amit kell. Mi az, ami még itt lehet? Nutell? Igen, ez is jöhet. Ez nem kell. Digitálka, minden jöhet. Kitchen sink. Vagy brown lamp, minden. Jó? Az adat itt nem tudom, hogy oldom meg. Már? Nem tudom, hogy csináljam ezt most éppen meg. Oké. Várj, mit akartam? Brown lamp. De az viszont nincs, nézé. Bedside cabinet. Az A betű az írott A betű amúgy most így? Nem, teljesen ugyanolyan a maga A betű típusa az egésznek. Hát fia, az A betűt az így tudtam, hogy volt, nem tudom, ez annyira A betű, de mindegy az. Jó, azt tudom, nem tudom lerakni. Akkor lesz itt egy lámpa, én azt nem leszorom. Jó, itt lehet még akkor egy tévé. Na, nő, Menő? Aha, menő. És várjál. Akkor csak három kaucsok kell, amíg jól nézzen ki. Akkor egy arrébb rakom a szaros izé miatt, ágy miatt, ilyen viselkedik, jó? Így akkor tévé. Még amúgy kell kettő hűtő. Jó, oké, várj. Várj, csinálom. Jó, oké, várj, én addig megnézem a feliratot, aztán szerintem amúgy kell, hogy végeztünk. Jó, aha. Várj még, akkor ez lesz a tiéd. Igen? Semmi. Nem szóltam. Jó, te leraktam hússal neked. Kösz. Na jó, hát akkor amúgy szerintem mi végeztünk nagyjából. Mindjárt csak én még berakom a halakat. Rakunk le szépen ide egy-egy asztalt, rakunk le szépen egy-egy széket, ezen lehet itt számítógépezni, rakunk rá számítógépet, vagy egy kicsit ilyen régies legyen, jó, nem régies lesz, rakunk rá új, nagyon menő számítógépet, így nem. Oké, és meg rakunk mellé igazából egy ilyen kis számítógépet is, jó? Oké, és mi kellenek még egy ilyen nagyon menő nutellás bázisba? Hát őszinte leszek, nem annyira tudom, de amúgy ez így már alapból szerintem nagyon durva menő. Na jó, srácok, én azt mondom, hogy nagyjából így készüljük, raktam le még ventilátorokat szépen, mindenhova raktam le így ilyen kis ugráló deszkákat, meg ilyen vízbeugrós deszkákat. Szerintem jó, elnéz ki, remélem, hogy kísérjük, hogy értékelni fogják, meglátjuk, hogy majd ők amúgy mit csináltak ennyi alatt. Szerintem kívülről jól néz ki, megnézzük, hogy mit csináltak ők. Na, nézzük, hogy akkor kisék mit építettek. Jézusom, leloptátok az egészet, ember. Nem sokkal jobb lett. A házat, na mutassátok, hol a ház, igen. Itt van. Jézus úristen. Hát ez szar. Nem olyan rossz, na nézzük meg az enyémet, ez Nutella. Ez Nutella. Nem lehet kilátni az N betűt se. Na jó, van az fúj. A Nutella szökőkút, azért ez mindent visz szerintem. Ez inkább pisi. Ez pisik szökőkút. Milyen pisi szökőkút? Nutella szökőkút. Nutella vak vagy? Hát Nutella a folyékonyban. Ez sárga, ez meg kicsit barna. Kicsit megolvat. Na, szerintem sokkal jobb, ahhoz képest egyedül csináltam. Srácok, kommentbe írjatok le, szerintek milyen lett, és találkozunk a következő videóban, és addig majd eldöntjük.